Már elkönyvelték a hazai tolnamözsi szurkolók a női futzál NB egy bronzmeccsén a vereséget a Szexárd ellen, amikor csupán egy másodperc volt vissza, amikor Varga Adél egyfajta kényszerpályán mozogva egyszer csak lövésre szánt el magát. Erre szokták mondani bombagól, mégpedig tipikus futzálosan csőrel vérrehajtott lövés volt. Ezzel lett 2-2, és előbb a 2x5 percig a hosszabbításokban, utána pedig a büntető rugásoknál éltek tovább a tolnamezsi bronzos remények. De ezek is elszálltak, mert hogy két tolnamezsi játékos is elrontotta a hetest egymás után, és a harmadik szexádi rúgó, ha betalál, eldől a harmadik hely sorsa. Így is történt, Vaskovecs lövése utat talált a hálóba. Nem jött tehát össze az idén, úgy mint tavaly a harmadik hely, bár a Magyar Kupa döntőbe jutás mindenképpen respektálható eredmény, egy picit erőn felül is volt, ha mérleget vonunk a 2018-19-es szezonról tolnamezsi szempontból. Én az első meccset sajnálom jobban, itt a lányok mindent megtettek, úgyhogy büszke vagyok rájuk. Hogy a büntetőt kihagyják, az egy lutri sajnos. Abban benne van mindig a hiba. Hát erről szerintem nem is kell beszélni, igazából a lányok tényleg küzdöttek, hajtottak, megtettek mindent, és ez a legfontosabb. Annak tükrében, hogy több meghatározó játékos is a bajnokság közben abba hagyta, eligazolt, vagy éppen eltanácsolták, a negyedik hely mindenképpen értékes. Én büszke vagyok a csapatomra, hogy így végigvitték ezt, ilyen sok nehézség mellett, ilyen kis szűk kerettel a szezont, és hogy elértük ezt az eredményt, én tényleg csak gratulálni tudok nekik. Volt fegyelmezés, és volt, aki kikerült a csapatból. Hál' Istennek az utolsó, azt mondom, hogy 3-3 és fél hónapban rendszeresen tudtunk edzeni, és ez meg is látszódott a csapat játékán, és szerintem a mutatott teljesítményen is. Az, hogy Nagy Roland marad-e az edző a következő szezonban is, és milyen anyagi kondíciókkal vághat neki az új bajnokságnak a tolnamezs, erről maga Nagy Roland edző semmi biztosat nem tudott mondani.